sportosat. Híradónk vendége Talmácsi Gábor, világbajnok, gyorsasági motorversenyzőnk. Szervusz, üdvözöllek! Nem is olyan régen még ugye értékeltük a 2012-es esztendőt, és most már eljött az idő, pár nap is repülőre ülsz, és elkezdődik Ausztráliában az idei versenyszezon. Gyorsan elrepült. Megmondom őszintén, hogy igen. Ugye a MotoGP is az első versenyszezon sokkal később kezdődik, tehát így, hogy februárban már Ausztráliában körözhetek és versenyezhetek, ez egy rendkívül jó érzés, és jó, hogy ilyen korán kezdődik a bajnokság. Nagyon sokat tudtam készülni a télen, sokat tudtam motorozni. Ugye a megtett kilométerek az önbizalmat adnak, azokat a pici érzéseket újra sikerült magamba szívni, amikor letesszük a motort, és két hónapig nem ülünk motorra, ezek kellenek, ezek a kilométerek. Hány év telt el? Mert ugye tavaly menet közben szálltál be a bajnokságba, úgyhogy rendes, tehát így végig tudtál egy holt szezon tesztelni. Mikor volt ez utoljára? Hát lényegében ugye a tesztek van egy olyan rész, amikor a csapat biztosítja a tesztet a versenyző számára, van egy olyan szorgalmas versenyző, akinek van anyagi támogatója és anyagi háttere, hogy el tud menni tesztelni. Nekem most mind a kettő összeállt erre a szezonra, úgyhogy most sokat tudtam motorozni, de utoljára ilyen akkor volt, amikor a VB-s szereplésemnél, ugye VB-s, ez is VB-s butaságokat beszélek, tehát amikor az Aspar csapatnál motoroztam, mert ott az Aprilia gyár szervezte igen, a téli teszteket, és ott rendkívül sokat, igen, az jó pár éve. Na, és jól esett, akkor most újra tesztelgetni, menni? Igen, volt egy olyan rész, ami úgy mondani, hogy motorozás, meg volt egy olyan rész, ami tesztelés. Ez teljesen két különböző dolog. A motorozásnál magamra figyelek, úgy szervezem meg a tesztelést, hogy tudjam a saját motorozási tudásomat. Most itt a kedves nézők, itt melyik pályán látnak? Igen, ez a Jerez de la Frontera. Idén lesz ott, lesz futam, Superbike futam, az utolsó, vagy az utolsó előtti, majd meglátjuk, hogy az Indiát megtartják, vagy nem. És itt pont lehet látni, hogy ülök a motoron, hogy ezeket gyakoroltam most, mert az új generációs motorozásban nagyon fontos, hogy hogyan használjuk a testünket a motoron. Igen. És még a régebben az én stílusom egy picit olyan volt, hogy a centerben motoroztam, tehát nagyon középen ültem a motoron, elég sokat tudtam változtatni, és most már sokkal jobban lelógok a motorról. Így nem kell annyira bedönteni a motort a kanyarba, és nem használódik annyira a gumi. Uh-huh. És így a verseny végén jobban bírják a gumik. És más felületen is tapad a gumi. De ez nekünk látványosabb is, hogy a pilóta ott lóg a motoron. Igen, nem nagy a különbség így kívülről, de az, hogy ennyi év után tudtam ezen változtatni, azt gondolom, hogy ez nehéz dolog volt, és most úgy érzem, hogy már majdnem jó. Tehát még lehet egy picit változtatni a stíluson, de azon kívül, hogy gyorsan megyek, mert ez egy másik dolog, tehát ez egy teljesen más dolog. De úgy érzem, most minden együtt van, tehát a gyorsaság és a stílus is minden. Mértétek az időt, gondolom, jó párszor. Milyen a részidők, a edzése mért idők alapján mit remélhetünk majd Ausztráliában? Igen, hát nagyon nehéz megmondani, mint minden évben. Az idők jók voltak, de én a versenyembere vagyok. Tehát amikor amikor tétre mennek a körök, és az ezredek, a tizedek, a századok, akkor tudok gyorsan menni. Most is jó eredményeket értem el. Az utolsó tesztelésen, ahol ott volt majdnem a mezőny 70-80%-a, ott ilyen 7.-8. időket értem el, úgyhogy azért a motor még nem volt teljesen 100%-os, de úgy érzem, hogy ezek a tapasztalatok kellettek ahhoz, hogy az Ausztráliában jó legyen a motor. Motor egyben van most már? Azért mondtam pont, hogy kellettek ezek a tapasztalatok, mert a legutolsó teszten azért voltak problémáink. Ugye mindig jönnek újabb alkatrészek, és akkor el kell dönteni, hogy az jobb vagy rosszabb, akkor mit használjunk a versenyen, mit pakoljon be a csapat ezekbe a boxokba, amik elindulnak Ausztráliába, és úgy érzem, hogy most sikerült szelektálnunk. Vázikusan és futóműben szerintem rendben van a motor, egy új elektronikai rendszert használunk, ami ugyancsak jobb, mint az előző évben, ami szabályoz ugye a kipörgésgátlót, az egykerekezés kontrollt és a motorféket. És ami a kérdőjel volt a motorblokk, hogyan rakják össze, hogy többet forogjon a motor, és lineárisabb legyen a teljesítménye, vagy kevesebbet forogjon, és a középső tartományban erősebb legyen a motor. Úgyhogy itt sokáig ment a találgatás is, hogy igazából a fékpad mit mutat, de hogy hogyan érzem a pályán a motort. Úgy érzem, hogy sikerült meghozni a döntést, és azokat az alkatrészeket hozzák el, amivel jó lesz Ausztráliában. Valószínűleg Ausztráliában fog majd igazából majd
kiderül, nem? Hogy hát mit, így hogyan... van, mindig versenykörülmények között derül ki, hogy mi a csomag, ami körém felépült. Ugye azt nem szeretném elfelejteni, az utolsó versenyen, amikor már formába jöttem az előző évben, akkor a hatodik helyről indultam a futamon. Ugyan kilencedik lettem, mert esős körülmények között kellett versenyezni, és vízen még nem voltunk annyira erősek, de ezt nem szabad elfelejteni. Tehát azt gondolom, hogy ez a technika, az én tudásom és ez a csomag, ami most körbevesz, hogyha minden rendben van, akkor az első hat között kellene szerepelni. Ez egy 600-os motor, ugye? Igen. Négy ütemű, 600-os. Így van. És ugye ez egy Honda motor. Mennyi verzió? CBR 600-as. Ugye a Superbike versenysorozatnak kell tudni, hogy itt utcai sportmotorok versenyeznek, és ezekre lehet kapni tuning művelő kitteket, alkatrészeket, amit az én csapatom, a ProRace megvásárolhat, mert nem minden csapat vásárolhat meg a Hondától ezt a fajta tuning szettet. Úgyhogy azt gondolom, hogy az egyik kiváltságosa vagyunk a Hondának, ez a team. Úgyhogy az alapok nagyon jók. Hogy a hétvégenként hogyan tudjuk beállítani a motort, ugye, mert kanyarra lehet már programozni a motort, hogy az elektronika segítsen, az majd kiderül az Ausztrál nagy díjon és a következő versenyeken. Csak hát, ha van néhány új nézőnk, csak azért, melyik csapatnál is sikerült gyökeret verni? Ugye tavaly is mennél a csapatnál versenyeztél. Igen, az előző évben, év közepén kaptam lehetőséget, hogy újra motorra üljek, és ők nem más, mint a Cseh ProRace Team. Ami egy fiatal csapat. Ami egy fiatal csapat, csak egy éves tapasztalata van a világbajnokságon, de a főnök, Mr. Milos Csihák úr, aki nemrég még versenyző volt, egy rettentő jó üzletember, és nagyon jól áll a motorsportokhoz. Én azt gondolom, hogy én hosszú távon gondolom velük az együttműködést, mert jól érzem magam a csapatban, és azt lehetett látni előző évben is, hogy versenyről versenyre mindig tudtunk javulni, és azt gondolom, hogy ebben az évben is az a cél, hogy még jobban összeszokjon a csapat, még jobb beállításokat találjunk, és még gyorsabbak legyünk a bajnokságban. Tavaly úgy, hogy csak 8 futamon álltam rajthoz, így 13. lettem a bajnokságban, 44 ponttal. Én azt gondolom, hogy ezeket a pontszámokat idén egy teljes szezonnal és egy ilyen jó felkészüléssel meg lehet duplázni, inkább azt mondom, hogy triplázni. És ugye jól emlékszem, ugye tavaly azt mondtad nekem, hogy mázlista vagy, mert csak csapatnál csak egy pilóta van, az Talmácsi Gábor, nincs másik. Ugye ez igen, még így igen, van? Ez fontos, ez így van. Jó, de akkor ez igen, még így van továbbra van, is. Ez így van továbbra is. Akkor csak veled törődnek. Igen, nem zárkóztak el egy második számú versenyzőtől, aki esetleg ugye tud olyan támogatókat hozni a csapathoz, amivel a csapat erősebb lehet, de egyelőre úgy érzem, hogy a csapat is úgy érzi, hogy nincs erre szükség, és nincs az a kérdőjel a fejemben esetlegesen, mint a múltban, hogy most akkor egy cseh csapatnál, egy cseh csapattárs mellett, akkor én milyen pozícióban vagyok. Itt egyedül vagyok, és mindenki rám koncentrál, és ez egy jó érzés. Ez így is maradt 2013-ban, vagy elképzelt, hogy menet közben mégis csak lesz egy csapattársad? Ugye a csapatfőnök nem én vagyok, ebben nem én döntök. Az biztos, hogy én vagyok első számú versenyző. Én nem gondolom, hogy évközben bárki is jönne, hogy ennél a csapatnál versenyezzen, ha bár a technikai sportokban soha nem lehet tudni, az biztos, hogy van egy olyan személyes kapcsolatom a főnökséggel és a csapattal, hogy biztos vagyok benne, hogy rám építik az egész szezont, ugyan a szezon már kezdődik, úgyhogy ez egy jó érzés, hogy ilyen csomagban lehetek. Nem nyomaszt egy kicsit, hogy hát a csapat, ugye? Nem, egyáltalán nem. Ez nagyon jó érzés. Ez nagyon jó érzés, és tényleg egy olyan bajnokságban versenyzem, és képviseltem az országot, amely világ egyik legerősebb bajnoksága. Úgyhogy, ahogy előbb is mondtam, már most feltették nekem azt a kérdést, hogy hol szeretnék jövőre velük versenyezni. Most még mit szeretnék ezt átgondolni és várni. Úgyhogy hol szeretnél velük? Hát melyik bajnokságban, milyen kategóriában? De azt gondolom, hogy most mi, még ezzel... Mi között dönthetsz? Hát nagyon sok lehetőség van, ugye MotoGP, Superbike, különböző kategóriák is vannak. Ezres többek. Így van. Én nem szeretnék kapkodni, ők sem. Szeretném meglátni, hogy most hogyan alakul a motorsport világa. Ugye nem régiben a Dorna, a MotoGP-nek a tulajdonosa, megvásárolta a Superbike versenysorozatot is. Úgyhogy most nagyon sok minden változik. Úgy érzem, hogy pozitív irányba. Éppen ezért
szerintem most jó megvárni 3-4 futamot, és utána gondolkodni a jövőn, de mindenképpen időben kell kezdeni gondolkodni a jövőn, mert akkor lehet jövőt építeni. Úgyhogy egy nagyon elszánt, nagyon tudatos társaságban vagyok, ahol hosszú távú tervek és célok vannak. Stalmácsi Gábor motorversenyző vagy menedzser? Hát én nem mondanám, hogy menedzser, inkább úgy mondanám, hogy most az általam kiválasztott pici csapat dolgozik, tehát nagyon sok szakember dolgozik nekem, de én vagyok a főnök, igen. És rendben megy minden. Vannak támogatók, és most... És érvezed? Jó az, hogy egy kis csapatot is irányítanod kell? Hát azért nekem is fel kellett nőnöm, ugye, mert mondjuk 10 évig, nem 10 évig, de mondjuk 10 éves koromtól 20 éves koromig édesapám menedzselt, aztán 20 éves koromtól 30 éves koromig ugye Stefano Favaro, és most 2 éve én intézem magam az ügyeimet, és ebbe bele kellett jönni, először nagyon nehéz volt, de most úgy érzem, hogy elértem arra a szintre, és tanultam annyit így az évek alatt, hogy most tudom jól irányítani a dolgokat. Ugye megvan az éves szerződésem, meg vannak támogatók, és most még lesznek újabb támogatók. Nagyon hiszek, hogy bízom benne, hogy összejön még, mert szükségem van arra, hogy legyenek támogatók. Ausztráliai futam előtt, vagy már csak utána abszolválódhatnak? Mindenképpen utána. De az én kis csapatom közben folyamatosan dolgozik. Jó, de csak arra akartam kiukadni, hogy számíthat esetleg az, hogy Ausztráliában hogyan versenyzel, milyen eredményt érsz el? Nem, ettől független. Azt gondolom, hogy Ausztráliára minden megvan nekünk, hogy ott jól tudjunk teljesíteni. És hát ezzel most kicsit másképp nézek ki a plexin, tehát a bukósisak szélvédőjén, mert jó volt a kérdés, mert mondjuk azt mondom, hogy 10 évig a világbajnokságon úgy működtem, mint egy versenyló. Tehát felültem a motorra, sok más dolgom nem volt, persze igen, voltak kötelezettségek. De most egészen más. Tehát most én irányítom a dolgokat, és egy picit másképp nézek ki ezen a plexin. De nem lehet, hogy emiatt egy kicsit másképpen is versenyzel majd? Én azt gondolom, amikor indul a verseny, akkor ott nekem is nem szoktak olyan gondolataim lenni, ami egyéb gondolat, mint az, hogy gyorsabban menjek és kanyarok koncentráljak. Úgyhogy ebben nem változott semmi. Csak az ülésed. Igen, hát évről évre mindig más, ugye ebben a sportban egyik évben ilyen motormárkában vagyunk, másik évben olyanban. De ugye a karrierem folyamán azt is megtanultam, hogy nagyon sokszor nem szabad kapkodni. Ugye jönnek a lehetőségek, és akkor egy fiatalabb versenyző, picit hevesebb, gyorsan hoz döntéseket. Most annyit tanultam, hogy nem szeretnék minden évben máshol versenyezni, más csapatnál újabb embereket megszokni, mert ugye itt sorolhatnám a gyárakat, hogy hol szerepeltem, és nem azért váltottam csapatot, mert most így rossz ember voltam, vagy bármi, mert van egy üzleti háttere is, de most így, 31 évesen szeretnék úgy versenyezni, hogy egy olyan csapattal, akikben bízhatok, számíthatok rájuk, és hosszú távon ki tudunk találni egy 2-3 éves ilyen kifutást. Szurkolok, hogy így legyen, mert attól tartok, ha esetleg mégis valami negatív történik, akkor neked az nagy törést jelentene. Hogyha mégsem tudná hosszú távon együttműködni a cseh csapattal. Nem mondom, csak másképp építem föl. Tehát bármikor bármi megtörtént, főleg ebben a sportban, ugye emlékszünk arra, amikor az Antonio Banderas csapatánál indultam volna, és hát csak február vagy január végén azt mondták, hogy nincs csapat. Tehát ezek nehezek voltak. Én mindig úgy állok most is hozzá, hogy bármikor bármi történhet. Erre tudatosan nem készülök, de mivel megtörtént, ez ugye ez ott van bennem. Akit most megismerhettem, ez a csapat, nagyon rég nem ismertem meg ilyen csapatot. Amit ők megígérnek, az mindig úgy van. Tehát független attól, hogy leírják szerződésbe, vagy nem írják le. Azt gondolom, hogy azért lehet velük hosszú távon tervezni, mert nagyon sokszor bebizonyították nekem az előző évben versenyről versenyről, hogy amit ők kimondtak, az úgy volt. Vagy inkább nem mondtak ki, és akkor az nem úgy volt, akkor nem is mondják ki, és akkor tudom hova tenni a dolgokat. De így jó versenyezni, hogy most nem bántva mondjuk más csapatokat, mert nem szeretnék, mert eddig mindenki csak épített engem, de mondjuk mások a spanyol emberek, mások a német emberek, mások az ausztrál, mások az olaszok. Én a cseh embereket eddig nem ismertem, ők prágaiak, és eddig, hogyha bármit kell mondanom róluk, a korrektség az az első szó, és ez egy jó érzés. Az jó, ámen, így maradjon, úgy legyen. Mennyire eladható a Talma név ma? Mert régen, ugye nem kell mondani,
Most milyen az Ázsiút? Hogy érzed? Ahogy az előbb mondtam, hogy vannak támogatók és lesznek is. Azt gondolom, a kis csapatom nagyon jól dolgozik. Évvégén tudom elmondani, hogy mennyire volt sikeres ez az év, vagy nem, most még nem tudom jó, elmondani. De neved most de nagyon hol jók áll? Az alapok. Igazából ugye a reklám egyenértékem, az Observer, az egyik együttműködő partnerem. Van egy kimutatás, az 2,5 millió. Bocsánat, 2,5 milliárd forint. Mondjuk ezt nagyon nehéz pénzé váltani, mert ez nem így működik, de mégis ugye ez egy fontos annyira, ismertet, igen, és fontos szám. Ez jó. Úgyhogy ezzel igen, de egészen másképp, más stratégiával keresünk együttműködő partnereket, mint mondjuk egy logós megjelenés, vagy bármi esmény. Csak kíváncsi vagyok, hogy mennyire. De akkor mindig húzós név akkor a Talma név itt a civil életben. Én úgy mondanám, hogy szeretnek az emberek, és tisztelnek, és mindenképpen... És mindig megismernek, úgy, hogy mindig megállítanak? Igen, nem akkora népszerűsége mondjuk 2007-ben, de nem is baj, mert most így jól érzem magam. Tehát szeretem, amit csinálok, csinálhatom, megvan hozzá háttér, és így jól versenyezni. Ausztráliában hány versenyző társadon fog majd a idegfutkosni meglát téged? Hát ugye 34-en vagyunk, leszünk, lehet, hogy lesznek még wildcard-es versenyzők, úgyhogy teljes tartrács lesz ott. Nagyon kemények a versenytársak, itt is 1-2 másodpercen belül 10, akár 20 ember is de lehet. De van 1-2, akit a fél tőled, tart tőled? Na, újabb egy komoly vetítás? Hát, milyen nem mondanám, ott? Hogy félnek, számolnak velem, az biztos. Tehát számolnak az biztos, hogy számolnak velem. Képes vagyok meglepetésekre, ezt én is tudom. Vannak nálunk olyan, vannak felkészültebb csapatok, több tapasztalattal rendelkező csapatok, és vannak erősebb motorok is a mezőnyben. De hát ez az előző években is megtörtént, hogy gyengé motorral is lehet nyerni. Az én motorom nem gyenge, mindenképpen a maximálisra van felfejlesztve. Hogy ez pontosan most hova tartozik a mezőnybe, az Ausztráliába fog kiderülni. Én azt gondolom, hogy azzal a tudással, ami nekünk van közösen, és ez az erő csúcsosítva, az az első hatot jelenti, nagyon izgatottan várom, hogy mi fog történni. Pályát mennyire ismered? A pályát jól ismerem, ott már 10-szer versenyeztem a MotoGP-s karrierem folyamán, de mindig úgy versenyeztem ezen a pályán, hogy novemberi hónapban, amikor Ausztráliában hideg van, úgyhogy nem sok kedvem volt akkor versenyezni, mert hidegben nem szeretek motorozni. Most azonban, akkor az aszfalt is másképpen viselkedik, mint most. Most azonban február van, ott dübörög a nyár, 30 fok van nappal, másabb lesz. Egészen más lesz, és a pálya újra lett aszfaltozva. Úgyhogy azt gondolom, hogy könnyebb lesz, mint valaha. Mennyi időt töltöttél itthon mostanában? Mostanában elég sokat. Ugye tanulok a TF-en, sportszervező, sportmenedzser szakon. Nagyon éves vagy. Második éves. Sikerültek a vizsgáim, úgyhogy most így el tudok simán utazni Ausztráliában, mindenféle olyan egyéb gondolat nélkül. És hát folyamatosan készülni kell, ugye, mert a vizsgák folytatódnak majd májusban. Suliban hogy viselkednek veled? Hogy fogadnak a társak, tanárok? Nagyon jók az osztálytársaim, én nagyon jó évfolyamban vagyok, ahol kommunikálunk egymással és segítünk egymásnak. Ebből az évfolyamból nem szeretnék kiesni, úgyhogy mindent megteszek, hogy mindig sikerüljön minden vizsgám és tudjam folytatni a sulit. Nem könnyű. Nem könnyű. Oda kell figyelni és tanulni kell, az biztos. De nagyon sok jó dolog ér a suliba, tehát maga a kapcsolatrendszer, az, hogy sportolók között lehetek, olyan dolgokat tanulok, amit tudok hasznosítani a sportban, úgyhogy csupa jó dolog. Nagyon örülök, hogy belevágtam ebbe. Hát mert ha mindig az egyszer majd, ha nagy leszel, akkor majd menedzser leszel, és akkor már te versenyző fog majd világban kifutamokon versenyezni. Igen, ez egy hosszú távú cél. Na jó, ugye igen, ez a cél? Ez egy hosszú távú cél. Nem mondom, hogy én menedzser leszek, de biztos vagyok abban, hogy a fiatalok munkáját fogom segíteni. Ez biztos. Ezt az 1-2 napot hogy töltöd? Munkával, vagy már csak pihenéssel, utazás előtt? Most azok, igen. Hát azért még van teendő. Most még megyek edzésre, és hát nálam a bepakolás az egy hosszú folyamat. Edzés alatt mit kell érteni? Futsz, kondizol, súlyozol? Most kardioedzések leginkább. És nagyon szeretek utána szaunázni is, mert ez nagyon jó, stresszmentesít, és nagyon jól szoktam utána érezni magam. A wellness az fontos, és hát holnap még van teendőm, aztán szerdán már megyek Prágába a csapathoz, és csütörtökön
indulunk a Ausztráliában, nagyon hosszú repülőút lesz, de hát azt nem lehet kikerülni. Hozzá szokva. Jut eszembe, megvan már, hogy hogy fog kinézni a sisakod? Mert hallottam, hogy pályáztattad. Igen, megkérdeztem a szurkolóimat, hogy mit gondolnak újabb sisak dizájnokról. Szóval nagyon jó ötleteket is kaptam, ugye minden embernek más a véleménye, igen. És nincs megmondó ember, ezt is tudjuk, nekem kell érezni, mire van szükségem. Úgy érzem, hogy megvan. Úgy érzem, hogy megvan, és ez legyen meglepetés az első versenyen. Dizájnod jó lesz akkor, a motorom? Jó, nagyon jó lesz. Nagyon jó. Rajtszám? 14-es marad. A motor az ugye előző évben narancssárga volt, most is narancssárga lesz, de nem a narancssárga irányában, hanem inkább a piros irányában, ilyen fluoreszkáló. Nem baj, számot látjuk, 14-es kell nézni, és van, akkor... Így van, a sisak meg ahogy mondtam, legyen meglepetés. Ugye a nagy kérdés az, hogy a 14-es számot hol keressük, elő, középen vagy a végén? Hát elő, mindenképp elő, ott leszünk. Jól érezted magad akkor itt a motoron, tesztelések során? Nagyon jó, igen. Az első teszt az nagyon-nagyon jól ment, akkor amúgy magyar szerelők segítették a munkámat, a MAMI iskola, Magyar Motoros Iskolai Szakiskola, ahol a versenyszerelői szakképzésben is besegítek, mint tanár, és az ottani mérnökök és tanárok eljöttek velem és segítették a munkámat. És fantasztikus volt velük dolgozni, mert ugye magyar emberek, a kommunikáció sokkal könnyebb. És a második tesztelésen az már ugye a hivatalos csapatommal, a ProRace-el teszteltünk. Amikor az időjárás nem volt annyira jó, és nagyon sok mindenki kellett próbálni a motoron, és voltak negatív tapasztalatok is, de így az egészet nézve azt gondolom, hogy úgy tudunk elutazni Ausztráliába, hogy egy versenyképes motorra tudok majd felülni. Akkor nyugodtan fogsz aludni, nyugodtan fogsz repülni. Igen. Mit lehet tudni erről a tanárbácsiról? Mit csinálsz? Mikor tanítasz? Hogy tanítasz? Hát amikor mi van lesz időm, most a diákokkal? Igen, amikor van időm, és amikor felkérnek, tehát nincs állandó órám, és mindenképpen próbálom azokat a tapasztalatokat átadni, amit ugye a különböző motorgyáraknál tapasztaltam meg, és például az utolsó órám arról szólt, hogy egy versenyző szemszögéből milyen elvárások vannak egy versenyszerelő felé, és ez nagyon-nagyon fontos, mert az, hogy jól szerel valaki, vagy gyorsan szerel, vagy lassan szerel, az is nagyon-nagyon fontos, de nagyon sok más oldala van. Hogy egy versenysportban hogyan, milyen hozzáállásak hozzá egy ilyen munkához. Hány órát adtál már így körülbelül? Nagyon sokat, nem tudom most így fejből. De azon kívül, hogy órát adok, nagyon sokszor összejövök az ottani tanárokkal és gyerekokkal, és például a teszten is ugye ott voltak velem, és akkor nem egy órát adok, hanem egész nap beszélünk a technikáról, és arról, hogy hogyan lehet gyorsabban menni, vagy hogyan lehet jó behangolni egy motort. Osztályozni szoktál? Nem kell, én csak a tudást adom át, és jó érzés átadni a tudást. Kobaracot is, akkor azt is viszed tovább. Igen, akkor. Hát lényegében ők, hogy mondják ezt is szaknyelven, talán stratégiai együttműködő partnerem, tehát hogy ők folyamatosan segítenek nekem, mind a logisztikában, minden egyébben, a Talmácsi ringen is ugye segítenek a gyerekeknek, összeteszik a motorokat, és azt gondolom, hogy az ott tanuló diákoknak is egy hatalmas lehetőség, hogy lépésről lépésre eljuthassanak egy olyan szintre, ami világszint. Ha jól értem, akkor előbb vagy utóbb a hátadon jó pár motorversenyző fog akkor majd kijönni a pályára. Én úgy mondom, hogy sokkal nagyobb lehetőségük van a fiataloknak, mint nekem volt, amikor elkezdtem. És ez rajtuk is múlik, hogy milyen szorgalmasak és mennyit tesznek be. Csak zárásként emlékszel rá, mivel kezdted? Milyen motorról? Hát és hogyan? Milyen körülmények igen. között? Igen. Habár most ugye a jelen gazdasági helyzetben amikor, nehéz... De amikor ezt elmondod nekik, mennyire tudnak azonosulni a mai fiatalok azzal, amivel te találkoztál fiatalon? Hát nem szabad szerintem így párhuzamot vonni, egészen más világot élünk most, kérdezem, mint akkor. Igen. Most már egy fiatal felület rögtön egy gyári versenymotorra, akkor igen. még ilyen nem volt, és nem is abban a gondolkodás menetben kell fölépíteni egy versenyzőt, mint mondjuk engem akkor építettek. Igen, minden változott, és ebben a változásban kell úgy átadni a tudást, hogy ezt ők is vevők legyenek, és szeressék csinálni. Most van egy fiatal fiú, akit folyamatosan segítek, ugye a Bódis Ricsi, és szerintem ő belőle nagy versenyző lehet. Vannak még többen is, csak most ha egy nevet kell mondanom, akkor az ő nevét nagyon szívesen kimondom. Jó van, de mi egyelőre versenypályákon, és utána dobogókon akkor a Talmáit szeretnénk látni.
te ezt kívánok. Ezek a célok, köszönöm szépen. Sok sikert, és akkor hajrá, húzd a gázt. Köszönöm. További sportosat. A Dinosport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.